Köszöntöm nézőinket! Önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Mű így mondtuk címmel készített bukovinai székely magyar tájszótárat Salamon Gáspár, amatőr néprajzgyűjtő. A szójegyzék 6 évig készült, és több mint 6000 kifejezéssel, illetve közmondásokkal találkozhatnak benne az olvasók. A világon 199 olyan nyelv van, amit csak 10-nél kevesebb ember beszél, és ebből 18-at már csak egy. Salamon Gáspár amatőr néprajzi gyűjtő elmondása szerint megrémült, amikor utóbbi sorokat olvasta, hiszen szülei, nagyszülei bukovinai székelyek. Egyből arra gondolt, hogy vajon az ő nyelvjárásuk veszélyeztetett-e. Hamar kiderült, hogy a feltevésre igen a válasz. A bukovinai székelyek ma nem beszélik a tájnyelvet, egy ilyen jó esetben egy ilyen vegyes nyelvet beszélnek, de inkább a mai magyar köznyelv a kommunikáció eszköze. Néha talán egymás között egy-egy székely tájszót beszúrnak a mondatokba, de ezen kívül nincsen ezen a nyelven kommunikáció. És hát ennek a története az, hogy amikor Magyarországra települtek, azt követő 10-20 éven belül megszűnt a székely nyelv használata a mindennapokban. Teljes nyelvváltáson mentek át a bukovinai székelyek. És hát ezt felismerve gondolkodtam, hogy mit tehetek én most ez ellen. Nem sokat, de annyit például igen, hogy összegyűjthetem a szüleim, nagyszüleim szókincsét, vagy az én gyerekkoromban még azért beszélték ezt a nyelvet, és hozzá is láttam, szépen gyarapodott a szám, 1000, 2000, 3000. A teveli csihános erdőben volt egy öreg agácfa, s annak a tetejében egy csókafészek. Csókáék otthon voltak, az egész család, s Csókáné eppeg egy csomagval bajmolódott, amit az öreg olácsobán hozott volt az esztenáról. Jó érett brinza volt benne. Salamon Gáspár azt mondja, jól beszéli a székely tájnyelvet, sőt már több mesét is átírt a nyelvjárásra. Mindent, amit elő tudtam ásni, vagy fel tudtam kutatni, felhasználtam ahhoz, hogy a szótár amennyire lehet teljes legyen, bár hát ez illúzió, mert nálam sokkal okosabb tájnyelvi gyűjtők, vagy tájszótár szerkesztők állítják, és biztos igazuk van, hogy ezt csak abba hagyni lehet, befejezni nem, mert mindig akad egy új szó, ami valahogy kimaradt a szótárból. Az alkotó mindenkinek ajánlja a könyvet, fiataloknak azonban kifejezetten. Aki velem egykorú, vagy idősebb, vagy fiatalabb, és valami úgy érzi, hogy van köze ehhez a nyelvhez, vagy azért, mert családban voltak szülők, nagyszülők, akik még ezt beszélték, hát meg mindenkinek, aki érdeklődik, fiataloknak is. Sajnos ma az oktatási rendszer olyan, hogy a tájnyelven nem sokat foglalkoznak, talán egy-két órában. Hát adott a feladat, hogy a fiatalokat kíváncsivá kell tenni, és akkor legalább van, amiből tanuljanak. Imá bédugulhatnál, te veres ördög, mert nem mi állattad lipinkázok itt a fészek széjén, s a görcs kezdi már béállni a forcsokomba, de most is hallgatott. Ez a kultúránk része. Hát a bukovinai székely hagyományok azok egyébként is nyilván elfogult vagyok, de hát nagyon különlegesek a nyelvük, a szokásaik, a viseletük, a faragás, minden népmese. Nagyon fontos, hogy megmaradjon. Hát mi? Hát a szüleink onnan származtak. Hát, ott eltöltött 180 év durván alatt egy egészen sajátos egyedi kultúrát hoztak létre, ami ugyan a
székelyföldi alappal rendelkezik, de hát egészen már viselet más, a népszokások, a nyelv. Amikor készült a szótár, én találtam egy székely magyar szótárt is, Sánta Attila írta, egy erdélyi költő, és összevetettem a két szókészletet. És kiderült, hogy hát olyan minden ötödik, hatodik szó, ami egyezik. Tehát nyugodtan nevezhetjük ezt egy egyéni, egyedi, sajátos tárgyának, a bukovinai székelyt. És hát egy különleges nyelv. Dallama van, ritmusa van, sajátos hangsúlyai vannak. Tehát aki beszéli, az, vagy hallgatja, az is élvezheti, meg olyan hanglejtés van benne, meg olyan cifra szavak, érdekes szavak, ami érdekes, szép. Itt a mese vége, ha rajeértek, menjetek el a Csihános erdőbe, s nezzétek meg, még most tesz ott a csókafészek. 2 évvel ezelőtt alakult a Majosi Székely Hagyományőrző Egyesület. A klub jelenleg több mint 70 taggal rendelkezik. A csoport elnöke elmondta, szeretné megszerettetni a gyerekekkel a néptáncot, továbbadni a bukovinai székely hagyományokat, mindemellett nem titkolt célja az utánpótlás kinevelése. Éppen próbál a Majosi Székely Hagyományőrző Egyesület, fellépésre készülnek. A csoport 2019. decemberében alakult, jelenleg csak gyerekeknek tartanak táncórákat. Szerintem volt rá igény, bár nem mértük föl, viszont az utóbbi, mondhatom, évtizedben annyi fele jártam, annyi fele tapasztaltam a falvaknak a közösség építő erejét, hogy gondoltam, hogy Majoson is mindenképpen kellene egy ilyet csinálni. És ugye egyértelmű a célunk, a bukovinai székelyek, akik a falu nagy részét kiteszik, az ő hagyományaiknak a megismerése, továbbadása, megismertetése a következő generációknak, bár egy másfél generáció kimaradt, de most legalább ezek a kicsi gyerekek, és rajtuk keresztül a szülők is úgy érzem, hogy meg fogják azért ismerni. Az egyesület jelenleg több mint 70 taggal rendelkezik. Pap Domonkos, a csoport elnöke elmondta azt is, hogy szeretne utánpótlást kinevelni. Tavaly terveztünk egy felnőtt társcsoportot is, sajnos keresztbe vágta az a ismert helyzet, de most úgy néz ki, hogy megindulunk velük is, viszont most már egy még kisebb csoport is fog indulni, éppen most pénteken lesz az első próba, szintén a tánctanárunk irányításával. Minket apró szemekelni. Istenséged, amivel bélyegedünk. De táncoltok-e vagy egyen? Táncolunk, Liza! Keresztapám, húzz egy csárdát! Tervek ugyanazok, amiket kitűztünk az induláskor. Ugye a legfontosabb, mondtam, a hagyományok, tehát úgy, mint néptánc, népzene, viseletek, a történetek, a múlt, az őseink múltja, ugye egy bukovinai népcsoport egy eléggé karakteres népcsoport, egy komoly múlttal, egy vészes, vészjósó jó helyzetbe indult el az egész, és hát egy nagyon hosszú kálváriát. Mostanában elég sok műsor készül felnőtt táncsoportokkal, színházi előadásokkal, valahogy mostanában a bukovinai székelyeket, mint hogyha kicsit jobban meg akarnák ismertetni az országba. És mindenkünk is ez a fő célunk, igen. Hagyományőrzés, hát az azért fontos, mert hát, hogy minden generáció tudja, hogy honnan jöttek, miért vagyunk itt, miért pont itt vagyunk, azelőtt hol voltunk. Ne legyen az, hogy
néhány, mit tudom, három generáció múlva esetleg nem, azt se tudják, hogy mi az, hogy bukovinai székely. Vagy egyáltalán most ez függetlenül attól, hogy mi pont a bukovinai székelyeket, ugye mivel, hogy azok vagyunk, de ezt én javaslom és ajánlom, és szerintem megy is más nációkba is, ez, vagy más népcsoportokban, nem hiszem, hogy ez csak nekünk lenne fontos, de nekünk ez nyilván ez a legfontosabb. Emellett nem zárjuk ki természetesen másfajta kultúrák megismerését sem. Mesterségbeli tudás, a néphagyományok tisztelete és ápolása, sajátos világlátás, tehetség és szorgalom. Szatyor Győző, a népművészetmestere szerteágazó munkássága iparművészeti, népi iparművészeti és képzőművészeti alkotásai és írásai segítenek az embernek megtalálni a helyét a világban. Szatyor Győző grafikus, festő, faszobrász, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Édesapja Ágán, családja valószínűleg a székelyföldi háromszék vidékéről származott, és onnan került az ormánságba. A Bogdásán töltött gyermekévek meghatározták későbbi alkotói munkásságának irányát és a világról alkotott képét. Én arra emlékszem már, hogy gyerekkoromban is vonzott a természet, vonzott a tárgyi világ, ami egy falusi gyereket körbeveszi, és hát engem úgy látszik a Jóisten tehetségesnek teremtett, mert már kisgyerekkoromban is jól rajzoltam. A tanító is mondta, hogy hey gyerek, ha én így tudnék rajzolni. Tehát ezt soha nem felejtem el, és valóban lerajzoltam a tehenet, lovat, a traktor, tehát amit a faluban lehet látni, virágokat, fákat, tájat kiültem, sokszor a határba festettem, jött arra a csősz és nézte, hát te ilyet is tudsz csinálni, de csuda bugár vagy te. Tehát furcsa volt a falusi embereknek, hogy tényleg egy gyerek már ilyennel foglalkozik, és én erre tudatosan is készültem később. Már negyedik osztályos koromban tudtam, hogy én tanító tanár szeretnék lenni, és volt egy nagyon jó rajztanárom, aki biztatott, mert látta, hogy valóban tehetséges vagyok. Aztán, amikor a tanárképző főiskolára felvettek, hát ott meg teljesen kinyílt a világ, mert hát szakmailag is, tehát pedagógiailag is, és művészetileg is én nagyon sokat tanultam. Kiállításaim voltak már akkor, végeztem újságíró stúdiót, mert írni, fogalmazni mindig szerettem, és a újságban megjelentek írásaim, rajzaim, nagyon sok rajzom megjelent, amit annak idején hát rajzoltam. Hát talán így kezdődött, és egyre jobban kiteljesedett bennem ez a világ. Én a néprajzból, népművészetből rengeteget tanultam, és úgy is mondhatnám, egy alkotói életet építettem fel erre. Tüskés Tibor íróbarátja révén bekerülhetett a Bizse János vezette pécsi grafikai műhelybe. Olyan mesterektől tanulhatott, mint Martin Ferenc, Soltra Elemér, Kele Sándor, Simon Béla és Barakonyi Klára, de sokat olvasott verseket, prózákat. Több könyve is megjelent, legutóbb a Mi kezeink által, Szakralitás a népi kézművességben címmel. Az írás mellett saját maga illusztrálta a könyvet, ami bemutatja a szakrális világot. Nekem is nagyon sok templomi munkám van, szakrális munkám van, tehát például Szent Törinci barokk templom összes faragását én készítettem, gyülekezeti termek, Pelérdi református templom munkái, és közel 16 harangtorony, haranglábat készítettünk. Szóval ez egy gyönyörű világ. És ez a könyv megjelent, hála Istennek, nagyon szép, mindenkinek tetszett, nagyon sok ember így megismerheti ezt a fajta világot, és már a 9. könyvem is nyomdai előkészítés alatt van. Az egy érdekes dolog lesz, mert ami bennem van így, és úgy leüllepedett, tehát őszintén kitárom a lelkemet és leírom a dolgokat, az lesz a címe, hogy elveszett, elvesztett szavak, írás, tehát rajzok, írások, versek és imák. Tehát
Azokat a rajzokat teszem ebbe nem illusztrációként, hanem önállóan, amiket még nem állítottam ki, és írtam róluk, hogy miért is rajzoltam. Nagyon érdekes volt kezdetben, elég nehéz volt megfogalmazni, hogy saját rajzomról, hogy szakmailag is, és lelkileg, érzelmileg is miért pont azt rajzoltam, vagy miért így rajzoltam. Szóval egy érdekes megközelítés a dolgoknak. Hát régóta írok verseket, szinte gimnazista korom óta írok verseket, nem vallom magam egyáltalán költőnek, hanem amikor úgy éreztem, hogy le kell írni, akkor leírtam. Imákat is azért írtam, mert én hites ember vagyok, tehát én hiszek a teremtőbe, az isteni elrendeltetésbe, járom az utamat, ahogy nekem megszabta, és még szeretném járni nagyon sokáig, hát őtőle függ, sorstól és a Jóistentől függ, hogy meddig tehetem a dolgomat, mert én ezt igazán így idős korában, miután tényleg egy életművet alkotott, hogy mennyi minden nem tud még, hogy mennyi minden van a világban, amiről tudomást kellene szerezni, vagy meg kellene tanulni. Tüskés Tibor író így méltatja Szatyor Győzőt. Teljes életpályája és életműve ismeretében mondom, ha Kodolányi János az irodalomba emelte szellemi szülőföldjét, azaz íróként kötődött az ormánsághoz, elbeszéléseiben, drámáiban, társadalmi és történelmi regényeiben örökítette meg a táj jelentését, múltját, embereinek életét, ha Kis Géza a kákicsi parókia falai között hajolt papírjai fölé és a hazai néprajztudományt ajándékozta meg gyűjtésével, tájnyelvi szótárával, Ormányság című könyvével, akkor Szatyor Győző a képzőművészet nyelvén, a képzőművészet különféle ágában és eszközeivel vallott élete meghatározó élményéről, látomásáról, szülőföldjéről. A Hidasi Tájház több lépcsőben épült, négy szakasza három különböző padlószinten helyezkedik el. A tiszta szoba, melybe gyönyörűen faragott ajtón keresztül jutunk be, a székely ősöknek állít emléket. A lakóház pontos mása a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Dél-Dunántúl tájegységében látható. A 18. században a főleg Csíkból és Háromszékből származó, a kelet-erdélyi határőrvidék megszervezése miatt Moldvába menekült székelyek hét települést alapítottak a Bukovina néven önálló tartománnyá vált területen. Ezek közül azonban kettő elnéptelenedett. A megmaradt öt falu lakosságának döntő hányada katolikus volt, de Andrásfalván kis református közösség is alakult. Aztán éppen 80 évvel ezelőtt a bukovinai székelyeket a visszafoglalt délvidékre vitték, ahol nagyobb városok környékén 28 kolóniát hoztak létre számukra. A II. Világháború után a Baranyai Hidasra a kitelepített németek helyére kerültek andrásfalvi reformátusok és istensegítsi katolikusok. Nekik állít emléket a székelyszoba, melynek berendezését a leszármazottak adományozták a településnek. Egy nagyon-nagyon szép cseresznyefa faragott ajtó. Igazából azt mondhatom, hogy nagyon míves, nagyon szép. Már meg akarták venni, azt mondták, hogy ők megveszik, mennyire adom, mondom, ez nem eladó, kérem szépen. Egyszer volt leszerelve, amikor a szentendrei házunkat ugye csinálták, akkor elvitték, és pontosan a mását megcsinálták, és akkor került el innen, de utána természetesen visszakerült ide ez a szép ajtó. A székelyeknek a jellegzetes dolgaira szeretném felhívni a figyelmet. Hát mindenek előtt a csodálatos szép szötteseikre. Itt egy nagyon szép ablakos terítőt lehet látni. Aztán ott van az a bizonyos székelyágy. Maga az ágy az német, de ahogy meg van csinálva, ugye az székely. Tehát székely vetett ágynak csináltam meg. Alul a nagypárnák, vagy hosszúpárnák, székelypárnák, fölötte a dunyha, vagy dunna, ahogy mondták, és utána a németes párnák következnek. A székelyek mindig csinálták ezt a betlehemezés dolgot, már elég régóta, de nekünk nem volt betlehemünk. Aztán először nagyon-nagyon régen már, vagy nem is tudom, 30-35 éve biztosan van, jöttek ide a németek.
akkor megkerestem a Ömböli Fábián bácsit, és mondtam neki, hogy szeretném elkérni ezt a Betlehemet, hogy ugyan már legyen. Hát ő azt nem tudja odaadni. Majd, hogyha a következő héten jövök, mondtam, hogy nem, én most szeretném elvinni a gyerekekkel. Hát nagyon-nagyon érdekes volt, mert utána mondtak itt az idős hölgyek a falu végén, hogy hát nézték, hogy a Videcné mit csinál, hogy az öreg Fábián odaadja a Betlehemet. Hát azt egyáltalán nem senkinek, még az egyháznak se adta oda, még kölcsönbe se. No, tehát én kihúzom magam, mert tulajdonképpen megkaptuk. Azóta is itt van ez a nagyon-nagyon szép Betlehem. Az 1905-ös ládán, tulipános ládán, és egy érdekes kép is látható itt az Ömböli Józsi bácsinak a fényképe. Nagyon szép portré szerintem, bár nem vagyok fotós, de úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó portré arca volt az öreg úrnak. Ő volt az, aki a Székely, illetve így mondom, hogy a Andrásvaldi székelyeket, tehát a református székelyeket vezette ide tulajdonképpen hidesre. Azért mondtam, hogy nem mindegyiket, mert ugye az Isten segítségek azok katolikusok, és az Andrásvaldiak pedig reformátusok voltak. Nagyon szépek a tárlókban lévő dolgok, hazatérési igazolványok, könyvek, indexek, egyebek. Ez mind a székelységnek az emléke. A Hidasi ház pontos mása helyet kapott a Szentendrei skanzen dél-dunántúli tájegységében. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!